Üdvözlök mindenkit egy Hawaii gameplay, ja hogy jövök, ez csak egy kép. Szóval, üdvözlök mindenkit egy MSI Afterburner tutorial videóban, akik itt vannak velem TS-en, Misu és Zsotyó, sziasztok! 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 Na hát most csak így itt vagyunk, aztán igazából nem akartam őket elküldeni. Szóval, kaptam pár kérdést ugye az MSI-vel kapcsolatban, és akkor most is szeretném nektek így teljes mértékben bemutatni ezt a programot. Nem fog mindent megmutatni, csak így a lényeget. Ugye azt már bemutattam, hogy kell a kimonitoroztatása, minden. Ugye indítunk egy Afterburnert, és akkor ugye itt elénk tárul ez a kis program. Itt lehet feszültséget állítani, meg ilyen cuccokat, de ezt nem ajánlom senkinek, hogy itt állítgassa, meg főleg így leplizza, aztán itt megsüti a videókártyát, aztán lesz belőle sült. Nem? Azaz. Mondja nekem pont, hogy alul van feszelve, tehát nekem kb. Ez a csík itt van, és így még leáll majd végül, mindegy. Szóval, mindegy, aki ért ez a programhoz, az úgy is tudja, hogy kell. Na szóval, hogy, ne mindegy, na, gyere már be. Na igen, és akkor itt ugye a többi, ugye itt, ugye, hogy a Windows-zal induljon kicsiben, és hogyha mondjuk akarjátok állítani, bár mondom, senki ne állítsa, aki nem ért hozzá, itt lehet bekapcsolni, hogy lehessen ugye a feszültséget állítani. Ja, igen, pedig, és hogyha feszültséget állítotok, tehát mondjuk alul akarjátok feszelni, de mondom, csak az nyúljon hozzá, aki ért hozzá. Egyébként tesztelni kell folyamatosan. Amit mondtok, és ne használjátok, van egy olyan program, hogy Furmark. Mondják, hogy hát azzal le lehet tesztelni a videókártyát. Ne használjátok. Raytől tudom, hogy az tönkre teszi a videókártyákat, hogy azt nem tudom, de azt mondta, hogy semmiképpen nem ajánlja, és azért Ray mester azért ért a gépekhez, nem kicsit. Amit ajánl, az mondjuk Heaven Benchmark, ez ingyenesen letöltető, fölmentek és akkor letöltetek, azzal lehet tesztelni mondjuk így az órajeleket, nem minden. És az a lényeg, hogy a feszültséget hiába állítjátok ott, hogyha nincs itt ez a force constant voltage, hogyha nincsen kipipálva, akkor nem fogja rá, tehát ez ugye azt jelenti, hogy ráerőlteti ugye ezt a feszültségváltozást, úgymond. Tehát amíg ez nincs kipipálva, hiába állítgatjátok itt, az nem fog érvénybe lépni. Ugye itt lehet látni, hogy beta verziót akarunk-e, hogy keressen nekünk, de én nem szoktam bétát használni. Aztán ugye itt ez a ugye a végének a ventie, ugye itt ez kipipál, de csak akkor bejön ez a kis, hogy mondjam, ez a kis táblázat, és akkor egy ilyen függvényszerűen föl lehet rajzolni, hogy milyen hőmérsékleten hány százalék legyen ugye a venti. Nekem mondjuk eléggé, ugye így le van véve, tehát 35, akkor nem dolgozik, tehát mindegy, egyébként ezt mindenki úgy állítja, hogy akarja. Úgyhogy igen, itt ez a monitoring, ugye itt ezt már elmondtam az előző videóban, hogy kell. Aztán itt ez az on-screen display, itt ezeket nem mondjuk, ezeket itt nem szoktam. Aztán, ja igen, írta valaki, hogy neki nincsen olyan, hogy video capture fül. Igen, ez itt amúgy a képernyőmentés. Nekem az azért nincs beállítva, egyébként inkább JPG-be mentsétek le, mert a BMP az túl nagy. Tehát ez mondjuk a 1800, mondjuk egy játékot csinálsz egy képet, akkor az mondjuk egy ilyen 5 mega lesz, JPG-ben mondjuk 500 kilobájt. Én Frapszel szoktam ilyen screenshotokat csinálni, nekem azért nincs beállítva. Azért nem láthatja valaki mondjuk azt a videó capture fület, mert itt van két ilyen kis nyíl, és ugye jobbra nyomok, hogy itt lesz több is, tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy csak ennyi van itt, hanem ugye jobbra megnyom, és akkor ugye láthatjuk, itt van még jó pár fül. Itt az video capture, ugye nekem F8-ra van állítva, ezt mondjuk ajánlom nektek, tehát hogyha így beállítjátok, akkor szerintem az teljesen jó. Ugye ez az MJPG cuccos, aztán audio, video, interleave, AVI, legyen a minőség a 100%, nekem ugye 16:9 1080p, de hogyha mondjuk nincs valakinek ekkora monitora, akkor 16:9 720p, az ugye az 1280x720, szerintem annál jobb azért van mindenkinek, mert annál nagyobb monitor. Aztán a frame rate az legyen 30 fps, azért legyen, ez a limit, ez nem kell nekünk, ugye itt van az, hogy hova akarjuk elmenteni. Itt
ennél semmit ne csináljunk, ez automatikus, és itt semmit nem pipálunk ki. Illetve mondta valaki, hogy a játék hangját nem veszi föl, itt az Audio Source, itt az elsőnél az lenne, hogy Auto Select. Tehát ez tulajdonképpen a játéknak a hangja. Amúgy, igen. És itt ez az Audio Source, ez a második. Itt ugye Direct Sound, és ugye itt mikrofon. Ugye ez a ami a mikrofonunkat veszi föl. Itt nyomtok egy olyat, hogy Stereo Rip, illetve ezt a kettőt kipipáljátok, és akkor tulajdonképpen már is föl lehet venni tök jó gameplayeket. Egy ilyen kis kör, itt a, mondjuk ahova rakjátok ugye ezt a ki monitoroztatást, ott majd egy ilyen kis kör forog majd, abból láthatjátok, hogy megy a gameplay. Aztán igazából, hát itt lehet ilyen skineket állítani, de én nem nagyon szoktam. Mondom, itt lehet ugye, hogyha akar valaki mondjuk ilyen screenshotokat, ugye mondjuk ugye itt lehet beállítani, hogy hova akarod menteni 100%, mondjuk EPG, és akkor itt pedig ugye azt, hogy milyen billentyűre akarod állítani. Jó, úgyhogy igazából ennyit erről a programról. Ja igen, van még itt egy másik, ugye ez a Rivatuner. Ezt is még gyorsan bemutatom. Ugye nekem azért nincs itt bekapcsolva az, hogy induljon a Windows-zal, hiszen a másik programba már be van kapcsolva, és az Afterburner enélkül nem megy, tehát hogyha az is indul, akkor ez is automatikusan. Ugye ezzel tudjuk kikapcsolni azt a kimonitoroztatást, ugye gyorsan. Itt ez ugye, mondjuk ez egy alapbeállítás, tilt mód ugye nem kell nekünk, ez a support viszont kell nekünk. Itt lehet ugye állítani a betűstílus, szerintem ez a Raster 3D, szerintem ez a legszebb. Ugye itt ugye, hogy árnyéka legyen, ez szerintem legyen, sokkal jobban néz ki, sokkal jobban látható lesz. Itt lehet a szint, ez a belső szín, ez pedig azt hiszem, hogy az árnyéknek a színe. A szart, az nem, az van más, mindegy. itt lehet állítani, hogy mekkorába lássuk, mondjuk ezt idehozom, akkor sokkal nagyobb lesz, de azt hiszem, hogy pont ez az alap. Aha, látjátok, sokkal nagyobb lett, de azt hiszem ez a legjobb. Itt pedig ez a statistics, ez nekünk nem kell, aztán nem, igazából itt nem tudom, hogy mit űrkű. Ha jól nézem, olvasom. Jöjjön ugye a framerate meg stb. De ez se kell nekünk, szóval mondjuk ez is egy nagyon jó kis egyszerű program. Ugye itt is be lehet állítani, hogy kicsibe induljon. Beta nem kell nekünk. Beta verzió, mert az egy fos, hogy itt is lehet állítani ilyen szülye skineket, de hát ez szerintem annyira nem fontos. Na hát ennyi lett volna az Afterburnernek a bemutatása. Mondom, ezt azért sem mutatom meg itt, mert nem akarom, hogy olyan kommentet kapjak, hogy GameZone 05 lesült a gépem, hogy szomorodnál meg, te beteg állat, mert nem, fiúk. Ja, tuti lenni, de érted, ezért mondom először, hogy aki nem ért hozzá, az ne csinálja, mert csak tönkre teszi a gépét, és akkor még a végén én leszek a hibás. Úgyhogy nem érdemes. Aki ért hozzá, meg mondom, vagytok egy páran, az úgy is tudja, hogy ezt itt hogy kell használni. Aki meg nem ért hozzá, az ne piszkálja, mert mondjuk annyit nem számít. Szerintem videókártyát húzni felesleges, csak egy kis statisztikát, hogy mondjak. Múltkor beléptem Crysis 3-ba, 43 FPS-en volt 975 MHz-es GPU órajelen, föltettem 1100-ra, és volt 47, szóval kemény 4 FPS-et. FPS-et, Istenem, FPS! Számít, az a 125 MHz. És mondjuk ennél följebb, azt hiszem, hogy 1150-ig húztam egyszer, de akkor szerintem meg ilyen plusz 5, plusz 6 FPS, azért nem érdemes, hogy jobban pörögjön, azért nem érdemes, hogy melegedjen, inkább az alulfeszelést ajánlom, de persze csak azoknak, akik értenek hozzá. Szóval, köszönjük szépen a figyelmet, remélem megint segítettem pár embernek. Köszönöm, hogy itt volt Misu és Zsotyó, és itt kussoltak. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!